ami itt változás lesz majd, hogy műszakjáratként ki fog menni a Parántai úton egészen ide a Babér utcáig. Székesfehérvár alpolgármestere a 2024 áprilisától életbe lépő menetrend bővítésről beszél. Mészáros Attila a 20-as járat leendő útvonalát mutatja. A közösségi közlekedés fejlesztésének első üteme több buszt is érint. 5 járat más vonalakba olvad majd be. Ezek a mostani 13-as, a 13A, a 13Y, a 29-es és a 30-as buszokat jelenti. Ezáltal 7 járatnak hosszabbodik meg az útvonala. Ezek a 12Y, a 14G, a 16-os, a 20-as, a 24-es, a 37-es és a 42-es buszok. A hálózatbővítésre egyrészt az Alba Aréna, másrészt az albaipari zóna fejlődése miatt van szükség. Reményénk szerint tavasz végén be fogjuk tudni indítani és át fogjuk tudni adni a multicsarnokot, amelynek nyilván olyan remélhetőleg rendezvény forgalma lesz, akár sport, akár kultúra és egyéb programok, amely indokolja, hogy buszjáratokat vigyünk oda. Másrészt pedig az elmúlt években az albaipari zóna területe rohamosan növekedett, és a jelenlegi Babér utcai megállóból sokat kell gyalogolni a Rozmaring utca és környékére. A hálózat bővítés 200 ezer plusz kilométert jelent a vonalhosszán, és 220 millió forinttal drágább. Az első ütem megvalósítása után a szolgáltatás biztosítása az önkormányzatnak 2,5 milliárd forintjába kerül. A fejlesztés része, hogy minden városrészből átszállás nélkül elérhető a kórház, és éjfél körül indulnak majd az utolsó busz minden városrészben. Minden városrészben lesz éjfél körül hazafelé menő járat, ami azt jelenti, hogy éjfél körül akár színházi, akár egyéb más rendezvény után, vagy például a vasútállomásról a későbbi vonattal érkezők is biztonságban közösségi közlekedéssel haza tudnak majd jutni. A hálózatfejlesztés részleteit a város honlapján lehet tanulmányozni. A buszhálózat bővítést véleményezni pedig december 31-ig van lehetősége a székesfehérváriaknak.